Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 33. adásában. Vibok Barbara vagyok. A jövőben kollégámmal, Antal Ádámmal közösen várjuk Önöket képernyők elé. Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Lássuk mai témáinkat! Elsőként az Aszódi Rendelőintézet felújításáról beszél nekünk Mankovicsné Masznyik Katalin, a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány kuratóriumának tagja. Ezt követően betekintést kaphatunk a Kartali Sportcsarnok tavaszi programjaiba. Vendégünk Babály László. Végezetül dr. Szőke Zsolttal, Kartal állatorvosával beszélgetünk a veszettségről és annak népegészségügyi veszélyeiről. Tartsanak velünk! Mai első vendégünk itt a stúdióban Mankovicsné Masznyik Katalin, aki a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány kuratóriumának tagja. Szeretettel köszöntöm Önt, Katalin, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Katalin, Ön önkéntes tevékenység keretében végzi ezt a kuratóriumi munkát az alapítványnál, méghozzá a pénzügyi területen, de emellett is pénzügyi munkát végez. Mivel is foglalkozik Ön pontosan? Hát én Aszódváros gazdasági műszaki állató szervezetének vagyok a pénzügyese, és ezzel kapcsolatban, mert a rendelőintézet, tehát mint vagyonkezelésbe átadott épületet megkaptuk feladatként, ezzel kapcsolatban kerültem én egyáltalán a rendelőintézetnél képbe, és a Budó doktor úr, amikor ezt az alapítványt létrehozta, régi ismerettségünkre és a rendelőnek az ismeretére, tehát hogy a rendelőnek a pénzügyeit, meg a rendelőnek a gazdasági helyzetét ismertem. Ezért gondolta, hogy az alapítványnál is tudnék segíteni ebben a munkában. És hát én is reméltem, hogy valamilyen segítséget majd tudok adni abból a szempontból is, hogy alapítványnak már régebben is könyveltem, tehát ismerem az elszámolás, a non-profit szervezeteknek az elszámolásának a módját, meg én is valamilyen formában tényleg szívügyemnek tekintettem a rendelőintézetet, szeretném, hogyha megmaradna a szódon és működne tovább. De a felajánlásokból, az emberek hozzáállásából, a támogatásokból úgy érzem, hogy nem csak én érzem szívügyemnek, hanem a lakosok és az emberek is szeretnék, hogyha megmaradna. Egyre többen, hiszen ugye mindez azt bizonyítja, hogy segítségükkel, a felajánlások segítségével már az első lépéseket meg is tettük a rendelőintézet felújítása javára, hiszen amiről korábban a kuratórium elnök asszony Beatrix beszélt nekünk egy korábbi adásunkban, az új padok után most már még újabb eszközök is kerültek a rendelőintézet javára. Mik ezek az új eszközök, illetve milyen munkálatok folytak? Nagyon nagy örömünkre, meg hát gondolom én a betegeknek nagy örömére is, elkészült felajánlásokból a váró helyiségeknél a fénycsőcserék készültek el. Egy Bagi Kft. Vezetője, Bagi Kft. Vállalta el, a Devil Kft. Ennek a fénycsöveknek a korszerű, energiatakarékos fénycsövekre való cseréjét, amit teljesen ingyen felajánlott és el is végzett. Sőt, mondhatom azt, hogy még hatékonyan is csinálta a dolgot, mert hogy a következő felajánlás pedig az volt, hogy az évek óta nem kifestett előtér, illetve a váró folyosó, ha már új bútorzatot kapott, akkor megújult, mert Aszódi fiatalember, festő, szobafestő foglalkozású fiatalember megszervezte, egy csapatot szervezett, egy kartali és több aszódi festőből, akik kifestették nagyon szépen. Aszódi, gödöllői, Galga Hévízi, Versegi tüzép felajánlásából festékeket kaptak, és ezzel teljesen megújult a váróterem. Ami még hátra van a váróterem felújításánál, vagy megújításánál, vagy megújulásánál,
az ablakokra az ANTS által is elfogadott függönyöknek a cseréje. Milyen függönyöket érthetünk ez alatt? Mert ugye egy ideig most nem is voltak függönyök, korábban voltak textil függönyök. Mire számíthatunk, amit az ANTS által elfogadott? Az ANTS kimondottan mosható, tehát nem textilből készült függönyt, ezért műanyagból készült szalagfüggönyök lesznek felszerelve. Ez a végső momentum, és teljesen megújul az előtér, és én úgy gondolom, hogy azért ebbe a környezetbe még várakozni is sokkal kellemesebb lesz. Azonban arról, nem a teljes végső momentum, hanem ugye a várófolyosó, tekintetében. Így van annak. És én úgy gondolom, hogy az az évek óta elmulasztott és az ANTS által többször kifogásolt festés egy olyan pluszt ad, ami nem csak a betegeknek, hanem magának a működtetőnek is egy megnyugvás, hogy ezt a feladatot már letudtuk, de hát van még. Ezt a pluszt ugyan nem csak a higiéniai, egészségügyi szempontú festés hordozza magában, hanem az egy plusz hozzáadott értéket jelent, hogy ezt önkéntesen ajánlották fel a környezetünkben élő KFT-k, illetve azok a magánemberek, akik segítettek, hiszen ez szintén azt bizonyítja, amivel a beszélgetés elején is indítottunk, hogy egyre több ember érzi szívügyének a rendelőintézet sorsát. Azonban Katalin, milyen fejlesztésre váró részlegek vannak még a rendelőintézeten belül? Hát ami előttünk áll, illetve nem csak előttünk, hanem előírás, szintén ANTS előírás, az egy mozgáskorlátozott mosdónak a kialakítása, ami bizony milliós, tehát nagyságrendű, nem csak az ANTS-nek az elvárása, hanem a betegeknek az elvárása is lenne ez. Tehát ha szükség van rá, akkor bizony nagyon kellemetlen, hogy nincs. Tehát mindenféleképpen meg kell oldani. Jelen pillanatban az alapítványnak közel 200 ezer forint van még a számláján, ami még az előző felajánlásokból, a eddigi vásárlások után maradt. De következő programok lesznek, tehát... Melyek lesznek ezek a következő programok? Hát február 18-án Hévész György bejelentette örömünkre, hogy tervezetten kívül, de szintén szervez egy előadást, igen. És február 25-én pedig Domonyban az tervezett programnak megfelelően lesz a... Így van, amiről polgármester úr már mesélt is nekünk itt adásban. Tehát nagyon bízunk benne, hogy ezeken a rendezvényeken is valamilyen összeg összejön, és akkor ehhez kellene, és ehhez keresünk, ezekhez a mosdó felújításokhoz anyagi munkaerő támogatást, tehát nem feltétlen pénzt, hanem segítséget, hozzáértést. Szakmai segítséget is, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenféle felajánlást. A betegek arcán egyébként észre lehetett venni valamiféle változást a várakozások során, amikor az újonnan elkészült folyosóra beléptek? Hát én ma reggel voltam a rendelőbe, és ahogy bejött új beteg, inkább olyan megdöbbenést láttam az arcán, hogy ilyen is lehet, tehát egy kicsit... Mintha kicserélték volna a rendelőintézetet. Igen, teljesen megújult már most is, és még... Még a továbbiakban is ez várható. Önöknek, az ott dolgozóknak, illetve hát ugye közvetetten vagy közvetlenül ott dolgozóknak, milyen érzés ez, vagy milyen beszámolót hallott esetleg az ott dolgozó kollégáktól? Hát én úgy gondolom, hogy örömmel veszik, mert én szombaton is voltam, amikor a munkálatok után, a festési munkálatok után takarítottak, és az ott dolgozó technikai személyzet, tehát a takarítók nem nyűgként élték meg, lelkesek voltak, csinálták, és büszkék voltak rá, hogy ugye szép, tehát ők is kivették a részüket. Úgy érzem, hogy
hogy pozitív fogadtatása van, tehát a dolgozók részéről is ezeknek az ő közérzetüket is javító felajánlásoknak, felújításoknak. Hát bízunk benne, hogy a jövőben ez csak gyarapodni fog, a felújítások és a felajánlások száma. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Katalin, és megosztotta velünk mindezt. Mai vendégünk Babály László olimpikon, akit már a kedves nézők az Ismeretlen Ismerős című műsorunkban megismerhettek. Ő az 1980-as Moszkvába induló magyar olimpiai csapat tagja volt, és 4x100 méteren váltóban volt elődöntős. Sok szeretettel köszöntöm, kedves László. Köszöntöm. Ön ugye a kartali sportcsarnoknak a vezetője már 2007. augusztusa óta. Igen. És a kartali Neumann florbalese utánpótlás edzője. Hát többek között ez is. Igyekszem azért úgy alakítani, tehát nem csak azért, mert testnevelőtanár vagyok, és ugye a sport az közel áll hozzám, bármelyik része a sportoknak, de többek között a florbal csapatot is edzem. Igen, igen, ám. És Kartal milyen eseményekkel várja majd a sportbarátokat, sportszeretőket a sportcsarnokban, a tavaszi idényben? Ugyanilyen sokrétű események lesznek? Természetesen, és jó is a kérdés, mert pontosan a mai nap, immáron negyedik alkalommal a Vadariu Karate, Galgamenti Karate szakosztály tartja a nemzetközi, illetve országos versenyét, ami egészen a junioroktól utánpótlásra egészen a felnőtt korig terjedő kort ölel, és hát nem véletlenül gondolom Fási Tibor úr, jó személyesen is jó barátom, sporttársam, és gondolom, hogy nem emiatt, hanem inkább amiatt, hogy a csarnok erre igen kiváló és alkalmas, hiszen ahogy említettem, az előbb már negyedik alkalommal vendégeskednek nálunk. Tehát akkor egy nagyon nívós eseménnyel nyit majd a tornacsarnok Kartalon a tavaszi idényben. Milyen programok várhatók ezek után? Hadd említsem meg, hogy hát vannak a hétköznapi szorgalmas napok, amikor kiszolgáljuk a helyi közönséget, illetve hát a, mondjuk így a kistérséget. Tehát ezek kézilabdások, focisták, futszálosok, és aztán jönnek a hétvégi bajnokságok, a tornák, ami igazából számottevő, azt tudnám mondani, hogy a Tóth Pista barátom, a Forrás Esének az elnöke rendez egy nőnapi foci tornát. Ez is visszatérő dolog, ő minden évben megrendezi, mindannyiunk nagy örömére. És azt, ha azt mondom, hogy reggel 8-tól este 10-ig tart, tehát ezzel mindent elárultam, és nem azért, mert egy-két csapat játszik ilyen hosszú ideig, hanem ennyi a résztvevő, hogy nem tudják, sőt volt már olyan, hogy nem tudták első nap megrendezni, végig futtatni ezt az eseményt, hanem át kellett futni a másik, át kellett rakni a meccseket a második napra is. Tehát akkor nagy az érdeklődés. Nagy az érdeklődés, igen. És márciusban várható még egy program? Rögtön másnap kisgyerekeknek lesz, Kratofi Sanyi testnevelőtanár, kartali testnevelőtanár rendezésébe, szervezésébe 8 csapatos tornát szervezett, ez lesz 11-én. Ez is egy hosszabb időtartamú lesz. Aztán említést szeretnék tenni, és szintén fociról van szó, azt hiszem, hogy mindannyiunk tarsajában a Gömöri Ottónak a neve úgy szerepel, hogy igen, ő egy olyan futballista, aki letette a névjegyét a magyar futball palettáján. Tehát Gömöri Ottóról van szó, akinek van 60-ban egy gyerekcsapata, és az ő kérésére, és hát az egyeztetés után egy komolyabb csapatot szeretne ellenfélnek, és gondoltam a Honvéd, Budapesti Honvéd gyermekcsapata erre megfelelő lesz, tehát ez is mindenféleképpen egy érdekes dolog lesz, egy izgalmas meccsnek nézhetünk elébe. 2001-2002-es születésű gyerekeknek lesz ez a meccsük. Természetesen, ha már itt van és itt lesznek kartalnak, a kartali gyerekekkel is összemérik erejüket, tehát 3 csapatos kis körmérkőzés lesz. Ehhez kapcsolódik egy másik sport, a futszál, ami úgymond hasonló sport, mint a futball, úgymond belőle nőtt ki, és nekem itt föl van írva egy március 31-e időpont Pest megyei futszálbajnokságról.
Igen, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ugye a téli időszakban kénytelenek a futballcsapatok, focisták bevonulni a terembe, ráadásul most ez pláne aktuális, ugye itt mínusz 20 fokok is voltak időközönként, tehát itt kénytelen kelletlen váltani kellett, hiszen annak az edzés munkának nem sok értelme van, amit most ebbe a hidegbe, és nem beszél arról, hogy meccshiányosak is ezek az időpontok, hát inkább be a terembe, és ez nagyon jól a Pest megyei Labdarúgó Szövetség ezt kitalálta, hogy akkor itt fordulókat lehet és kell rendezni, ezek a bizonyos futball hétvégék, és ennek az egyik állomása a kartali. Illetve hadd mondjam, hogy ez januártól ez már folyik, tehát hétvégeken gyűlnek össze. Tehát folyamatosan. Ez folyamatos, igen, és most lesz az utolsó forduló. Értem, és ez a futszál mégis miről szól? Tehát azoknak mondjuk el, akik annyira nem ismerik a futszál, tehát teremben játsszák labdával, szinte ugyanúgy néz ki, mint a foci. Igen, hát mondjuk ha a labdát említette, akkor feltétlenül mondom, hogy ez a labda nem pattan úgy. Hát lényegesen szokták is mondani, hogy ezek buta labdák, mert nem pattannak el, de hát a terem adottságából, illetve a pálya adottságából akkor állandóan törne a játék, hiszen az a pattanós labda nehezebb is kezelni. De több időt is fordítanak a labda kezelésére, viszont ez azonnal továbbítható, ezzel a labdával sokkal folyamatosabb a játék, és hozzáteszem, meg ne sértsek senkit, de helyjel közzel azt kell mondanom, hogy egy bizonyos szinten intelligensebben játsszák. Tehát olyan kemény, de szánszándékos utánarugás, becsúszást, ami boka fölé megy, és nem a labdára irányul, utánarugás, tehát ilyenek nem szerepelhetnek, és nem is szerepelnek. Hát ez egy kulturáltabb formája, véleményem szerint. Ettől függetlenül én inkább a kinti pálya focinak vagyok a híve, de ez is izgalmas, látványos. Izgalmas sport mindenképpen. Így van. Hát így a futszál után térjünk át a ritmikus sportgimnasztikára, mert ugye egy ilyen versenynek is otthont fog majd adni a kartali sportcsarnok. Hát ilyen még nem volt, így van. Ilyen még nem volt kartali sportcsarnokban, de nem tudom, hogy elképzelhető, hogy Gödöllőn volt, mert Gödöllőn is vannak ergés lányok, akik ezt a sportágat űzik. Személyes ismerősen Muszi Zsuzsa, aki számos Európa-bajnokságon, világbajnokságon vett részt, és szűkebb hazámban, Kispesten, Vekerlén, ő is ott lakik, sőt, mondhatom azt, hogy egyik sítáboromban ő is részt vett, és a lányával együtt a tanítványaim közé sorolandó, és ott derült ki ez, hogy én itt vagyok, és milyen ez a sportcsarnok, épp napokban volt megnézni, és teljes elragadtatása volt, hogy ezt még nem tudta ő előbb, hiszen itt akkor rendezett volna, és fog is rendezni még versenyt ezen kívül. Tehát ez is. Egy országos verseny. Ez egy országos verseny lesz, igen, csak színvonalas, tehát ez teljesen az ő kezében van, már az engedélyt megkapta a szövetségtől, úgyhogy várjuk őket szeretettel. Tehát mondom, minden szinten ő elégedett volt pályatalajával, a hőmérséklettől kezdve az öltözőkig, tehát minden nézőtérig. És hogyha már itt tartunk, akkor ez a sportcsarnok mégis milyen paraméterekkel rendelkezik, ha már megemlítettük a nézőteret, a pályatalaját, az eszközi háttér? Hát mondhatom, hogy vadonatúj, mert egy sportcsarnok életében az egy 5 éves korra szerintem az még nagyon is fiatalnak tekinthető, igyekszünk is állagát megőrizni, hogy így is maradjon. A küzdőtér, ugye 40x20 méteres küzdőtérrel rendelkezik, ami egy nemzetközi kézilabda pályának a mérete, ugyanígy a futszára is alkalmas nemzetközi mérkőzések lejátszására. A floorballban már bizonyított, hogy nagyon megfelelő volt, hiszen volt már egy világbajnok is elejtező, és rendszerességgel hétvégeken itt országos bajnokságok mérkőzései folynak. Ezen kívül, tehát van egy 1200 négyzetméteres terület, ami rendelkezésre áll a versenyzőknek bármilyen sportágban. 12-13 méter belmagassággal rendelkezik, tehát most a röplabdát venném elő, röplabda sportágat, amit a tevások, a gödöllői tevások teszteltek. Épp a Vasas ellen volt egy torna, és... Ők NB1-be játszanak. Igen, és azt mondták, hogy nagyon szeretnének
sőt, ha megoldható lenne, itt is edzenének, és itt játszanának mérkőzéseket, mert dupla lengőpadlós, és sokkal rugalmasabb, mint a betonra a linoleum felhelyezve, és kiméli a térdet, ízületeket, ez így igaz. És tehát van egy bizonyos lengése. Amikor futnak el a játékosok, akkor lehet látni, hogy, egy picit süpped a talaj. Tehát mindenféleképpen dobogósabb, de nagyobbat is tudnak ugrani. És tehát az ő elmondásuk szerint ez alkalmas lenne a röplabdára is. Tehát ahogy említettem, minden labdajátékra. A belmagasságot pedig azért említettem, hogy a fölpattanó labda ugye nem 7 méterről csapódik vissza, mert ott akkor ugye játékvezetői labda, és a többi, és a többi. Itt azért van kifutása, illetve fölfutása a labdának, de ebbe a csarnokba tollas labdáznak is, ugye ott is a labda felfelszökken magasabbra, és bőven beleférnek. Tehát egy nagy, olyan, mint egy nagy hodály, de hát ez kicsit modernebb változatban, és hát én szerintem eléggé hangulatos. Én azt hallottam, hogy teremathlétikának is otthon tudna adni ez a sportcsarnok. Mindenféleképpen. A Magyar Atlétikai Szövetség vezette be ezt nem is olyan régen, KIT készlet, az angol elnevezése, ez a gyerekkészlet, amit gyerek atlétáknak, leendő atlétáknak fejlesztettek ki, és ez tulajdonképpen, én hoztam is egyet, ha szabad demonstrálom. Igen, ez itt elfoglalta az asztalt. Ez úgy néz ki, mint egy kis rakéta, az is a feladata, hogy ez repüljön, ha jól dobják, akkor ez nagyon szépen tud szállni. Ugyanakkor nem megy túl messzire, tehát akinek nem rendelkezik ekkora csarnok, és tél lévén ugye nem mehetnek ki a dobóatléták, a leendő dobók ki a szabadba, mert hideg van, a teremben ugyanúgy dobhatnak, hiszen ezzel nem lehet túl nagy távolságot dobni, de a jó technikával dobják, a különbséget mutatja. Tehát a gyerekeknél ezt jól dobják, és hát megfelelőképpen képezik őket, testnőtanárok, edzők, akkor ugyanúgy, mint a kinti versenyeken, gyakorlatilag ez a gerelyhajítást. Ez egy gyakorlati eszköz, többek között az egyik versenyszám ebből áll, hogy ezt a szivacs gerelyt kell eldobni helyből vagy nekifutásból, ez már megbeszélés kérdése. Tehát van egy 9 versenyszámból álló feladatsor. Amit, ugye lesz egy verseny. És lesz egy verseny, így van. Ez versenyhez kell, hogy ez csak úgy érdekes, hogyha egymás ellen küzdenek csapatok. És ahogy említettem, az Atlétika Szövetség bevezette ezt a Szima csarnokba, Testmés Egyetemen, az atlétika csarnokba láttam, elmentem személyesen és megnéztem, hogy hogy zajlik, és ennek folyamányaként én is szeretném itt megrendezni, tehát a mi csarnokunk bőven elegendő lesz. Természetesen nem országos szinten, ez egyenlőre kistérségi szinten. Ez májusban várható. Ezt még májusban szeretném. És kik jelentkezhetnek a versenyre? Hát ahogy említettem, hát Kartal vonzás körében lévő falvak, illetve hát akár Ködöllő is. Korosztály? Milyen korosztályokban? Korosztály? Mindenféleképpen én arra gondoltam, hogy az óvodás felsősök, óvodáskorúak. 7 évesek, 7-8 évesek. 6 éves korú gyerekek, és mivel eléggé pörgős és gyors, én úgy gondolom, hogy 2 korosztályt is tudnánk indítani, és a kis iskolások, tehát az első-másodikosoknak rendeznék egy ilyen versenyt. És hol lehet jelentkezni? Én erre már rendszeresítettem, illetve folyamatban van egy gyakorlatokkal, hogy tudjanak készülni, gyakorlatokkal elkészített brosúra mindenkinek, gyakorlatanyag, pontozás, szabályok, stb. És készülhetnek. Tehát ezt majd hát mindenféleképpen interneten keresztül, vagy akár személyesen ez sem hiszem, hogy gond lenne, és akkor felkérem őket írásban is, és így van, hogy lenne kedvük. Hát én igyekszem kedvet csinálni nekik, mert azt is tudni kell, hogyha ez a rész egy kicsit az atlétikát kerüli, kivétel Gödöllő. Gödöllő most nagyon szépen áll a pontversenytáblázban, azt hiszem, hogy 5. De úgy ez a rész, a több, hát van mindenütt vannak tehetségek, tehát ezt tudjuk, testmérés órákon ez kiderül, és egyéb diákolimpián. És muszáj őket nevelni. Így van, és ha ez itt beválna, akkor az Atlétika Szövetség ígéretet tett, hogy
gyakorlatilag ezt a felszerelést, ezt rendelkezésre fogja bocsájtani több igény szerint több iskolának. Ez hagyd mondjam el, hogy ez 1 millió forintos készlet. Tehát ez a 9 versenyszám, amiből én csak egyet hoztam el, és hát még a többiről nem akarom az időt húzni, de hát az a másik 8 gyakorlat is szerigényes, hát annak a szer egy egészen csinos kis pakkot jelent ez, és mondom még egyszer, hogy 1 millió forint az értéke. Tornatermet nagyon jó fel lehet belőle szerelni, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy mankót is ad a testnevelő tanárok óratartásához változatosabb, tehát ezt csak jól be kell iktatni. Úgymond a kicsiket is várja nagyon sok szeretettel a sportcsarnok, de az idősebb korosztályt is, és onnan is inkább a hölgyeket vagy lányokat, nemzetközi divat és sportánc verseny és gála is lesz majd a sportcsarnokban. Hát köszönöm a kérdést, csupa jó kérdéseket tesz. Ez már szinte a csarnok alkalmasságáról szól, hogy mi mindenre jó, és gyakorlatilag ez a második alkalom már. Tavaly volt egy úgynevezett főpróba, ami ezek szerint jól sikerült, tavaly 3 napos volt, a Szántó Péter elnök úr, aki ennek a divat és a sportánc szövetségnek elnökségi tagja, és ő határozták el, hogy igazából karttal megfelelő lehet, próbáljuk ki. Többnapos program lesz. Ha szabad egy személyes élményt hozzáfűzni, a Szántó Péter, amikor bemutattak bennünket egymásnak, és akkor azt mondta, hogy hát mi ismerjük egymást, hát én sem vagyok a fiatal korosztály képviselője, ő is velem egyidős, és azt mondja, hogy ő ismer engem, hát az olimpián, ő is ott volt, a moszkvai olimpián, és nagyon örül, hogy lehet, hogy ez is szerepet játszott, egy kis mértékben gondolom. Mindenképpen hát pozitív irányba mutató akkor van, a kapcsolat. Így van. És mennyien vesznek részt ezen a sportánc versenyen? Hány országból érkeznek ilyenkor? Ezt lehet tudni? Egy biztos, hogy a tavalyi gyakorlatnak megfelelően, tehát a 3 napos zsúfolásig tele volt. Nem beszélve arról, hogy iskolai időben zajlott, mert egy pénteki napot vett igénybe, és a iskola igazgatónőjével szerencsére jó a kapcsolatunk, és sikerült úgy megegyeznünk, hogy ha érdekli a gyerekeket, érdeklődést mutatnak, és a tanárok szívesen elkísérik őket, akkor nézhetik. Tehát a bizonyos óráknak a terhére. Tehát egyrészt ez is jelentett egy nagyfokú nézőszámot, aztán a hétvégén meg egyébként is rengeteg hozzátartozó, ugye a táncosok hozzátartozói voltak, és én mondhatom azt, hogy fényképek is bizonyítják, felvételek, hogy fullon volt a csarnok, tehát az állandó mozgásban volt a parkolóban, nem fértek már el az autók, tehát kénytelenek voltak, pedig nem kicsi a parkolónk, de kénytelenek voltak az utcát. Tehát akkor nagy volt az érdeklődés ezen a versenyen is, mint a többin is. És ugye karttal még híres arról, hogy van egy floorball csapata, ugye az utánpótlásnak, ön az edzője. Igen, az utánpótlás 19-eseknek, én vagyok az edzőjük, és ha helyzetelemzést kér, akkor elmondhatom, hogy jelen pillanatban a 3. helyen vagyunk, de 2 meccsel kevesebbet játszottunk, mint az előttünk lévő Debrecen. És akkor még fogható az első 2 hely is. Hát a második. Második? Második. Az majdnem azt mondtam, hogy kötelező. Kötelező. Milyen lenne sport ez? Ez hát, a floorball. Ez egy nagyon új sport, vagy nem? Igen, új sport. Igazából azt kell mondanom, hogy mivel, hogy labdarúgókkal is foglalkozok, hogy még ezt mindjárt elmondom, hogy miért vontam be a labdarúgókat, mert rendkívül dinamikus, rendkívül villám gondolkodást, villám embereket igénylő sport ez, tehát nem lehet meditálni, hogy most milyen megoldás, hova tegyem, mit csináljak a labdával, mert azonnal így van, cselekedni kell. Tehát mint egy jégkorongban mondjuk. Mint egy jégkorongban. Tehát a sok jó megoldás közül a legjobbat kell választani, ugye ez a döntőkényszer és döntőkészség, hogy és a jó döntéseket hozzak, nem beszélve azt a hatalmas íramot, amit ez a sportág igényel, hát nemzetközi szinten is 1 percenként cserélnek sorokat.
Tehát valóban, mint a hasonlítjuk a jégkoronghoz. Hát egy az egybe korcsai van a lábon, de hát nem akarom összehasonlítani, de mégis azt szoktuk mondani, hogy ez egy olyan sportág, mint a gyeplabda és a jégkorong, csak lájtosabb formában és teremben, kézilabda felszerelésben körülbelül így, és ugye műanyaglabdával játszák műanyagütővel, hoki kapuk vannak, hoki kapus sok, kinézetben nincs náluk ütő, de ezt is 5 plusz 1-en játszák, és még egyszer mondom, hatalmas iramban, és ez a lényeg. Bár nincs olyan sportág, én a kézilabdával szoktam a terhelés oldaláról vizsgálva a dolgot hasonlítani, a kézilabdásokat tartom én a legedzettebbeknek, mondjuk így, vagy a legállóképesebbeknek. Tehát akkor a floorball is igénybe veszi az embernek a fizikumát, és fejleszti is nagyon. Igen, jól. Igen, és akkor most mondanám azt, hogy miért mondtam a futballt, mert azok a futballisták, akik kipróbálták ezt a játékot, igénylik a továbbiakban is, mert valóban jó kondíciót ad, amit az előbb beszéltem, a helyzetfelismerét, tehát a periférikus látás, mert állandóan lent van a feje, és nézi, keresi a labdát, hogy hol van meg az ellenfelet, meg a csapatát. Ugye itt kell 10-15 dologra egyszerre odafigyelni, ez megtanítja a játékra. Nem beszél a Macsai Lajosék, ugye hát mindenki által jól ismert kézilabda szakember, ez évek óta, ahol ő megfordult és csapatot vitt, épített keze alatt, a floorballt mindig használják. És Kartalon várható floorball torna a jövőben? Májusban lesz egyébként egy floorball tornánk, a kollégámmal fogjuk szervezni, illetve már szervezés alatt van egy 2 napos torna, 6 csapatos létszámmal, illetve 6 csapat jelentkezésével fogjuk rendezni itt a kartali sportcsarnokban, de ahogy említettem, az itt minden hétvégén. Ha nem idegenben játszunk, akkor, mert a Kartal Neumannak, ugye ez a fúziónk gyümölcse, ez a név, és akkor a hazai meccseket ugye itt játszuk Kartalon. És vannak a floorballnak Kartalon büszkeségei, tehetségek esetleg? Évről évre, hála Istennek, és büszkélkedhetünk. Ugye a Kárpát Enikő már nem egyszer szerepelt közönség előtt, illetve tévénnyilvánossága előtt, tehát ő nekünk egy B-divíziós világbajnokunk, kapus. Annyit kell tudni róla, hogy nem véletlenül lett ő világbajnok. A világbajnokságon ő lett a torna legjobb, tehát nem torna, a bajnokság legjobb kapusa, 88%-os védést tudott produkálni, tehát 100 lövésből ő 88-at fogott meg, így könnyebben érthető, ami kapura ment, szinte mindent védett. És vannak válogatott, most már új keletű válogatott versenyzőink, és kartali illetékességű is, tehát voltak korábban is, most a Petényi Viktor, mondhatom a nevét, és ő ugyan budapesti, de hogy hozzám mi fűződik, nekem általános iskolában tanítványom volt, ő a Barta Bálint, névre hallgat, és két nagyon komoly fiatalember, akik most kerültek be az utánpótlás 19 évesek közé. Azt tudni kell, hogy az egyik 16 éves, a másik 17, tehát Viktor 17. Tehát nagyon jó reménység. Nagyon, nagyon igen. Rájuk épül szinte a válogatott. És májusban még mi várható a sportcsarnokban? A puskázak. Egy elképzelést próbálunk megvalósítani, és ez májusban lesz a próbafutam, mondjuk így. Nem új dolog. Tehát a német Karcsi neve az asztali tenisz világban szerintem ismerősként cseng, hát ő is azt hiszem 17-szeres magyar bajnok, örökös magyar bajnok, és Atlantában is ott volt az olimpián, ugye mint asztali tenisz új sportág jelent meg az olimpiák történetében, és jelen pillanatban is valahol Ausztriában van, Oberwart csapatát erősíti, tehát még aktív versenyzőről van szó, és ő ennek a mondjuk az, hogy kitalálója vagy követője, teljesen mindegy, csak egy a lényeg, hogy nálunk is valósítsa meg, illetve hát az ő segítségével szeretném megvalósítani az éjszakai pingpongot. Ami gyakorlatilag abból áll, néhány asztalt felállítunk, kinyitjuk a csarnokot, és lehet jönni, ezért nem kell fizetni. Mert mindenki jöhet? Mindenki. Aki szeretne, és szereti a pingpongot, vagy éppenséggel szeretne megtanulni
pingpongozni. Vagy csak élvezni szeretné a játékot, és mint néző. Így van, így van. De én biztos vagyok benne, hogy egy hatalmas találmány. Tehát a sportág népszerűsítéséért én szerintem kevés ilyen jó dolgot találtak még ki. Most az, hogy egy kicsit riasztónak tűnik az, hogy 10 órától, de aki szereti ezt a sportágat, hát nem iskolás gyerekeknek szól. Így van, ez. Fanatikusoknak. Fanatikusoknak, és én azt mondom, hogy néha a gyerekeket a szülőkön keresztül lehet megfogni, mint hogy bizonyos esetekben a szülőket a gyerekeken keresztül. Hát most fordítunk rajta, itt a szülők jöjjenek először, aztán ha megtetszik nekik a sportág, egyébként Kartal az asztali teniszéről, tehát Berkeken belül, Kartalon belül azért híres, mert 9 csapat nevezett legutóbb, és nem reklámhelye, a sport presszóba, és ott játszották le a bajnokság formájába, ott folyamatosan mennek a mérkőzések. Páros, egyéni. Tehát Kartalon nagyon sok színű a sportélet, amit látjuk, és még van itt nekem fölírva egy program, amit hallottam, hogy még egy csarnokavató is várható május végén. Igen, ez egy régi dolog, annyira régi dolog, hogy volt polgármesterünk, ugye elhunyt sajnálatos módon, tragikusan, 40 éves korában, és az ő nevét fogja viselni a sportcsarnok. Ez erre határozat született már, tehát ez biztos, hogy Kovács László sportcsarnok néven fog szerepelni a jövőben. A csarnokavató időpontját tettük májusra, és hát azt szeretnénk akkor annak megfelelően egy olyan emlékezetes programmal megoldani, ami tényleg maradandót is jelent. Ebbe tervek szerint, ahol ő kézilabdázott a Fradiba, Grasshoppersbe, tehát Svájcba kint, tehát onnan is érkeznének vendégek, ez mondom még szervezés alatt áll, de mindenféleképpen ezt szeretnénk egy egész napos sportrendezvénnyel megrendezni. És hát Kovács úr emlékére. Így van, igen. Hát elég hosszan elbeszélgettünk a tornacsarnok programjáról, és azt hiszem a kedves nézők most megtudhatták, hogy Kartalon milyen remek és milyen nagyszerű sportélet folyik, és úgymond ez egy bázisa a régióban a sportnak, tehát hallhattuk, hogy mennyire sokszínű események várhatók. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy ez a tájékoztatás meg tudtuk adni a nézőknek, és ez azt jelenti, hogy minden sport szerető embert nagyon szívesen vár a kartali sportcsarnok. Így van. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Műsorunk vendége dr. Szőke Zsolt, Kartal nagyközség állatorvosa. Azért a vendégünk, mert egy közegészségügyi jelentőségű témáról kell ma beszélgettünk, és ez a téma a veszettség. Üdvözlöm Önt, doktor úr! Köszöntöm Önt és a kedves nézőket! Doktor úr, mi az a veszettség? A veszettség egy vírus okozta betegség, amit sajnos a utóbbi időben meglehetősen elhanyagolnak, nem kezelik helyén és nem vesznek komolyan. A vírusról hagy latinoskodjak egy picikét, rabdoviridé lissza vírus, így nevezik, többet nem is szeretnék latinul mondani erről. Egy lövedék alakú, és merem állítani legalább olyan hatékonyságú, ami az életletörést illeti vírusfajta. Ez a vírus, ez mennyire elterjedt ma Magyarországon? Mert ez ugye természetesen az állatok körében szedi az áldozatait inkább, mint az emberek között. Régebben nagyon elterjedt volt. Hagy emeljem ki azt, hogy sok állatorvos kollégának köszönhetően a 20-as, 30-as években Magyarország volt az első, amely komoly mentesítést végzett a világon. Elterjedtségét, földrajzi elterjedtségét az is befolyásolja, hogy milyen szigetek találhatók a világban, milyen pontok, milyen egybefüggő kontinensek. Így például sokan lehet, hogy nem tudják, hogy az Egyesült Királyság mentes a veszettségtől, és még néhány sziget abszolút mentes a veszettségtől. Éppen ezért vannak nagyon komoly karantén szabályok, hogyha odaszállítunk. Magyarországon a 20-as, 30-as évek eljárásainak köszönhetően jelentősen megcsappant a számuk, de sajnos a világháborút követően ismét felvetődött ez a probléma, és újra aktivizálódott a immunizálás.
Igazából a csökkenés pont ennek köszönhető, és éppen ezt szeretném többször is hangsúlyozni talán a mai napon, hogy a veszettség igazából csak rendszeresen végzett immunizálással kivéthető. Hogyan jön létre ez a betegség? A betegség általában sérülések, harapások, marások útján jön létre, nyállal, vérrel, testváladékokkal tud fertőzni. Igazából itt a harapások során keletkezett vérző sérülések azok, amelyek jelentőséggel bírnak, és a leggyakrabban nagyon komoly problémákat okoznak. Minden különösebb anatómiai belemenetel nélkül mondanám el azt, hogy először az izomsejtekben telepszik meg, ott egy darabig fennmarad, perzisztál, majd a későbbiekben az izom-ideg átviteli pontokhoz kerül át, majd innen az idegpályákon keresztül távozik, egészen az agyvelőig eljut, ahol aztán a nagy bajt megcsinálja az agyvelő. Így van, pontosan ez a legnagyobb baj. Milyen tüneteit, vagyis milyen tüneteket okoz ez a betegség az állatokon? Változó. Attól függ, milyen állatról beszélünk. Azt kell mondjam ehhez, hogy minden melegvérű állatot meg tud fertőzni, és ez nagyon fontos. Tehát itt a gőzű egértől elkezdve gyakorlatilag a tehénig és a lóig, amire nem gondolna az ember, mindenféle állat fertőzített, sőt, leírások szerint még, illetve kimutatások szerint még tyúkoknál is előfordul ez a jelenség, csak hát ott meglehetősen ritka. Különböző állat, különböző tünet. Mondjuk, ha veszünk egy kutyát, ott kétféle veszettség. Nyilván ez a legnépszerűbb állat. Így van, pontosan. Mert mindenki tart általában kutyát. Így igaz, és itt kell talán a legjobban felkészülni rá, és itt lenne jó, hogyha a rendszeres védőoltás meg is történne, pont ezért. Kétféle formában jelentkezhet a kutyáknál a veszettség. Az egyik az egy úgynevezett apatikus veszettség, amikor inkább nyugodt, bágyat, csendesebb, így van. A másik az a vadveszettség, amikor kifejezetten támadó, nagyon érdekes módon viselkedik a kutya, képes akár 40-50 kilométert megtenni, furcsa tárgyakat vesz fel, amelyek bizarak, emészthetetlenek, például köveket, kavicsokat. Ezeken lenyeli ezeket a tárgyakat? Gyakorlatilag igen, vagy pedig megforgatja a szájba, amíg tudja, mert utána aztán következményesen gégével, ennek a bénulásával kapcsolatos majd nyálfolyás, kancsalság tünet együttese jelentkezhet, az már nagyon-nagyon veszélyes. Tehát attól kezdve már a fertőző képessége is egy kicsikét, ha lehet így fogalmazni, vadabb ennek a vírusnak. Mi a lappangási ideje ennek a vírusnak egy állatnál? Vagy akár egy embernél is, mert ugye az embert is, hogyha megharapja egy ilyen állat, vagy megsebzi, az ugye az ember is elkaphatja ezt így a betegséget sajnos. Ez még egy alattomos pontja a veszettségnek, ugyanis a lappangási ideje leírások szerint 10 naptól évekig, tehát nagyon-nagyon hosszú ideig terjedhet. Az ember már nem gondol rá, hogy ilyen előfordulhat, és mégis előfordul ilyesmi, hogy korábbi veszettség, úgynevezett veszettséggyanús érintkezés, amit legyen kutyaharapás, macskakarmolás vagy más, utána szinte már el is felejtik az ügyet, és akkor mégiscsak jelentkezik. Szerencsére nem gyakori hazánkban, de az utolsó veszettségi eset tudtommal az éppen macskától volt, és elég hosszú lappangási idővel. És az embernél ez nagyon súlyos gondokat okozhat ez a betegség, ugye? Ha arra gondolunk, hogy igazából a fertőzési lánc végén ott van az ember, és közben ott van a kutya, amelyik legalább védőoltást kapott, akkor azt látjuk, hogy az ember tulajdonképpen teljesen védtelen. Jó, nincs ellenszere? Nincs. Ha már elkapta az ember, és nem gondoskodtak róla, és a betegség klinikai tünetekben jelentkezik, akkor azt kell mondjam, hogy az az ember sajnos meghal. Tehát nincs visszaút, nincs gyógy. Ez nem olyan, mint egy nátha, hogy elmegyünk az orvoshoz, és majd meggyógyít minket. Itt már az orvos sem tud mit tenni. Tehát hangsúlyozom, ha a klinikai tünetekben megjelenik a veszettség, nincs visszaút. Ezt el kell kerülni mindenképpen. Tehát akkor nagyon fontos az állattartóknak, a gazdáknak, hogy a kis állataikat vagy állataikat beoltassák. Milyen rendszerességgel kell ezt a védőoltást az állatoknak beadni, és mikor szokták ezt az állatorvosok?
Jó kérdés. Leggyakrabban azt halljuk, hogy kutyáknál adjuk be ezt a védőoltást. Sajnos. Nagyon válságos időket élünk, és úgy vesszük észre, hogy az oltási kedv és a oltási morál nagyon-nagyon sokat romlik, és ez életveszélyes. Azt kell mondjam, mert ha valaki nem tud öt kutyáról gondoskodni, és mégis öt kutyát tart, az potenciális veszély a szomszédokra nézve, saját magára nézve, oltatlanul. Tehát ilyen esetünk rengeteg van. Ezt nem szabadna, hogy megtörténjen, de nagyon nehéz rendészeti intézkedéseket foganatosítani, főleg most a leépítések közepette. A kérdés másik fele a... Hogy milyen gyakran? Milyen gyakran, évente, igen, köszönöm a kisegítést, évente végezzük a védőoltását a legtöbb állat esetében, kutyánál föltétlen. Ez most nem azt jelenti, hogy beadtam a védőoltást mondjuk március 25-én, és a veszettség vírusa mondjuk, vagy a oltóanyag következő év március 25-én azt mondja, hopp, lejárt az időm, akkor nincs védettségem, tehát távolról se erről szó, de nagyjából egy év után ismételni kell a védőoltást. Kutyánál, macskánál van, aki azt mondja, hogy megbízhatóbb az oltóanyag, talán hosszabbat tud, hosszabb időt tud. Ott is két évente javasolt a védőoltás, és ez egy nagyon érdekes kérdés, ha erre kitérhetek egy mondatban, azért ki is térnék. Miközben a kutyaoltásról és a veszettségről beszélünk, nem is jut eszünkbe a macska. A macska tulajdonképpen ugyanúgy ott van a udvarunkban, ugyanúgy ott van a háztartásunk közelében, és bizony a macska nagyon nehezen nyilvántartható, nagyon szapora, mindenütt ott van. Ezért azt szoktam javasolni, főleg kisgyerekes házakban, de ott is, ahol felnőttek vannak, mind a macska érdekében, mind pedig az ember érdekében is, hogy szakítsuk meg azt a fertőzési láncot a macskánál is, és ha egy lehetőség van rá, akkor ne 10 macska legyen, mondanom sem kell, legyen egy macska, de az legyen tisztességesen beoltva veszettség ellen, nehogy kisgyereket megfertőzzön, aki védtelen, nehogy önt megfertőzze, aki védtelen, tehát el kell gondolkozni azon is talán, hogy a macskák védőoltását is megoldjuk. Egyébként a rendelőmbe hoznak néha vadászgörényt és laborpatkányt is, őket is beszoktam veszettség ellen oltani, mert soha nem lehet tudni. Soha nem lehet tudni, így van. És ugye a macskánál az nagyon fontos tudni, hogy ugye elég agresszívan viselkedik, hogyha elkapja ezt a fertőzést. Bizony. A macskánál jellemzően vadveszettség van, ha kialakul. És mondom, alattomosan sok-sok lappangási idővel. És ugye az embernek vigyáznia kell az ilyen állatokkal, mert hogyha megharapja ez az állat, akkor elkapja a fertőzést, és ugye tudnélik, a macska ugye a fejet támadja és a nyakat. Így van, vadveszettség van nála, jó meglátás, gondolom olvasott is utána. Így van, persze, természetes. Ez így van, a macska így támad, és az annál is veszélyesebb, mert a veszettségi vírus, ami után agyvelőgyulladást okoz, agyvelőgyulladás, vírusos betegség okozta agyvelőgyulladás lesz a végeredménye. Azért is oda kell rá figyelni, mert a macska fejre támad, és az orrunktól az agyvelőig sajnos sokkal rövidebb az út, mint hogyha mondjuk a lábujját megharapja egy veszett macska, mert ott van idő védekezésre. Itt rohanni kell az állatorvosnak megnézni, hogy na most valóban vannak-e klinikai tünetek. Ez egy bevett metódus, amikor is veszettséggyanús érintkezés történik, állatorvosnak kell kiszállnia, meg kell vizsgálnia az állatot, megfigyelési zárlatot kell elrendelnie, ez minden esetben így van, akkor is, hogyha oltott az állat a biztonság kedvéért. Illetve az embert el kell látni ugye a sérülések kapcsán, az egyszerű tetanuszra is gondolok, de a veszettségi oltást is igenis számba kell venni, mert én nem hiszem, hogy olyan felelősségteljes humán orvos kollega van, aki felvállalná a hátára azt a óment, hogy hát Istenem, mi van, hogyha ez az állat veszett volt, én meg veszettség ellen, humán vakcinával nem oltottam be a kedves páciens. Tehát ha bizonytalan egy oltási státusza, sajnos legyen az macska, sajnos legyen az vadászgörény, sajnos, még nagyobb sajnos, mert a kutyánál kötelező a védőoltás, a többieknél csak ajánlott, akkor bizony a veszettségi vakcinát le kell rendelni az ember részére, és köszönöm szépen, az nem kellemes eljárás. A sorozatoltás sem, arról nem is beszélve, hogy azért ez azért anyagilag is kőkemény.
a egészségügynek és az államháztartásnak. Le is kell rendelni, romlékony vakcina, sok minden közrejátszik, hogy a orvosok általában otthon nem tartanak, nem is tarthatnak, hanem lerendelnek, és úgy van. Úgy áll rendelkezésre vakcina. És mondjuk ugye a környékben, tehát a régióban nagyon sok gazdálkodó van, aki szarvasmarhát tart, lovat tartanak. Nem feltétlenül egy vagy két állatról van szó, hanem mondjuk tucat számról, vagy két tucatról, tehát a nagyobb gazdák. Ők az állataikat beoltassák? Tehát muszáj egy szarvasmarhát is beoltatni az ellen? Elkaphatja, nyilván ez az állat is elkaphatja, de milyen gyakori ennek az előfordulása? Ritka. Nem akarom túllépni a műsor kereteit, de annyit el szeretnék mondani, egy jellemző történetet. Lovas Taterzában fordult elő, ha jól tudom, ott volt. Nagy tömegű, tehát 50-60 ló között egy veszett róka megtalált egy lovat. Hát ott a lovakat nem szoktuk rutinból oltani veszettség ellen. Igen, nem, csak az a ló megveszett. És terjesztette ugye a többiek között is, úgyhogy tetszett, nem tetszett, nyilvánvalóan az összes többi lovat is immunizálni kellett, és elgondolkoztatta az embert, hogy hoppá, hát ilyenkor hogy járjunk el. Véleményem szerint az a legfontosabb és az a mérvadó, hogy milyen területen működik az adott állattartó telep, mert hogyha nagy a átjárhatóság, a fluktuáció, és mindenféle állatka könnyebben bejön és keveredik a házi állatokkal, ott érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen állatokat oltsunk be, de ott, ahol ilyen nincsen, tehát mondjuk házi kedvenc vagy más, ott is azt javaslom, hogy alapból a veszettségi oltás, a kutya veszettségi oltása és a macskái is, ha lehet, legyen meg, de főleg a kutyái, ha már más védőoltása nem is, terik pedig van, sajnos. Nálunk kollégáknál szórólapon szoktuk tájékoztatni a lakosságot a veszettségi oltásról és az egyéb védőoltási lehetőségekről is, illetve egyéb kommunikációs formában, interneten vagy más helyeken is. Tehát én azt mondom, hogy olyan helyeken érdemes egyéb állatfajt beoltani, mint kutya, ahol megvan a fertőződés veszélye potenciálisan, földrajzi átjárhatóság szempontjából. Tehát ez érthető mindenképpen. Muszáj kihangsúlyoznom még egyszer, ugye a beszélgetésünk vége felé azt, hogy a kutyák miről ismerhetők fel, hogyha veszett egy kutya. Ugye beszéltünk arról, hogy nyálcsorgatás, a kancsalság, arról, hogy ilyen bágyatnak tűnik. Ezeket mind megemlítettük a doktor úrral, tehát akkor föl kell hívni a kedves nézők figyelmét arra, hogyha ilyen állattal találkoznak, akkor mindenképpen kerüljék el, és ilyenkor értesíteni kell a ügyeletes állatorvost mindenképpen? Én azt gondolom, hogy mindenképpen értesíteni kell az ügyeletes állatorvost akkor is, hogyha például előfordul egy nyálcsorgás vagy egy kancsalság, mert azért úgy korrekt, hogyha elmondom azt is, hogy a nyálcsorgás és a kancsalság a végső stádiumban alakul ki. Tehát ez nem jellemző, hogy kezdettől fogva, ettől is alattomos ez a betegség, nem jellemző, hogy kezdettől fogva fennállna. De hát ha van egy nyálcsorgás, akkor az lehet akár egy vírusos torokgyulladás, vagy tonsillitis, mandulagyulladás, kutyáknál is van. Hát azért hívjunk ilyenkor is állatorvost, hogyha nem veszettséget feltételezünk, illetve hogyha tudjuk, hogy megvannak a védőoltásai a kutyának. De mindig az a legbiztosabb, miután mondom, klinikai tünetekben megjelenő veszettség gyógyíthatatlan, próbáltak metódusokat, nem váltak be. Az a legbiztosabb, ha megvan a védőoltás, az éves védőoltás, és erről természetesen van egy korrekt igazolvány is. Annyit még, hogyha megengednek, hozzáfűznék, a veszettségi oltás olyan oltás, ami gyakran, főleg ebben a válságos időszakban olyan fórum, ahol egyedül tud találkozni, egy évben tud találkozni egyedül a kutya az állatorvossal és a gazdájával. Ilyenkor tudjuk őket felvilágosítani a közegészségügyileg jelentős és embert is megfertőző bélférgességről, át tudjuk vizsgálni a kutyát. Itt is jelentősége van a éves veszettségi oltásnak, hogy legalább ebben az időszakban találkozzunk. Hát köszönöm szépen doktor úrnak, és hát a kedves nézőknek akkor szolgáljon ez nagyon fontos információként, főleg azoknak, akik állatokat tartanak, hogy igenis az állatokkal felelősséggel kell bánni, figyelni kell rájuk, az oltásukra, arra, hogy egészségesek legyenek, mert sajnos olyan betegségeket terjesztenek, amik veszélyesek lehetnek ránk is, emberekre. Úgyhogy ha állatot tartunk, esetleg kutyát, aki az ember legjobb barátja, akkor az tényleg legyen a legjobb barátunk, és adjunk meg nekik mindent ahhoz, hogy ők is egészségesek legyenek. Köszönöm szépen, doktor úr! Én köszönöm a lehetőséget!